Sziasztok! Ebben a részben láthatjátok a Huawei B525S LTE router teljesítménytesztjét. Ez az otthoni felhasználásra szánt router a mobil internetet képes megosztani mind kábelen, mind pedig Wi-Fi-n. A 12 voltos tápellátás DC ajzaton keresztül történik meg, továbbá rendelkezik 4 darab RJ45-ös Ethernet porttal, 1 darab USB porttal és 1 darab telefonos ajzattal. A Huawei ezen LTE routere kathatós besorolású, valamint támogatja az 1-es, 3-as, 7-es, 8-as, 20-as, 32-es és 38-as csatornákat. Két darab Wi-Fi-s interfészsel rendelkezik, az egyik egy 2,4 GHz-es, a másik pedig egy 5 GHz-es AC. A beállítása egyszerű, magyar nyelvű webes felületen keresztül, vagy telefonos alkalmazáson keresztül történhet. De erre nem volt szükség, mert az eszköz plug and play és a SIM-kártya behelyezése után azonnal működött. A helyszínek kiválasztásáról és a mérési eljárásokról a teszt ismertető videóban tudhattok meg többet. A budapesti referencia mérésünknél ezzel az eszközzel 152 megabit per szekundumos letöltéssebességet, 44 megabit per szekundumos feltöltéssebességet mértünk 17 millisekundumos pinggel. Ezután a balatonszemesi nyaralóban az eszköz mellett 37 megabit per szekundumos letöltési, valamint 7 megabit per szekundumos feltöltéssebességet mértünk 20 millisekundumos ping idővel, aztán kimentünk a kertben, és ott 32 megabit per szekundumos letöltési, és 3 megabit per szekundumos feltöltéssebességet mértünk ugyanilyen ping idővel Wi-Fi-n keresztül. Ez eszköz tökéletesen megfelel lakossági felhasználásra, mivel roppant egyszerű beállítani és megfelelő sávszélességet képes nyújtani rossz körülmények között is. Ez volt a Huawei B525S teljesítménytesztje. Ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!